rajongói emlékműnél, ami arról híres, hogy nagyon-nagyon magasan van, több ezer lépcsőfokon lehet megmászni, innen viszont aztán minden látható. Rettenetes módon fúj a szél. Az ott szemben, az a görög-római kori 5. századi, 4. századi település, amit most kezdtek el feltárni, 2 euró belépő, megéri megnézni, valami látszik. Ez az emlékmű, ez arról szól, hogy az 1800-as évek elején, pontosan 1803-ban a törökök megtámadták ezt a kis görög közösséget, és a maradék férfiak, nők, asszonyok, idősebbek és a gyerekek ide feljöttek erre a hegy tetejére, és innen leugráltak a mélybe, hogy ne essenek a görögöknek a fogságába. És hát gyakorlatilag ez az emlékmű, az 1953-ban épült. Ez így néz ki. Előről nem tudom sajnos megmutatni, mert de majd megpróbálom. Lejövök, itt is tele van. Kecske szarral minden! Be! Itt jönnek a kis kecskék, szarnak, fosnak. A szomszéd hegytető. Egészen fenn vagyunk a felhők szintjén, egyébként nagyon-nagyon magasra felcaplattunk. Itt van az emlékműnek az oldalán valami kis csuda, amit sikerült kivésni, egy görög szöveg. Hát valószínűleg nem akarták ezt az utókorlásra 1961-ből. Van itt 1950, és még van itt szintén, akinek a nevét megpróbálták kivésni a táblából. Hát nem tudom, hogy ez mi a lényeg ebbe. Na, itt van ez az emlékmű. Így néz ki előről. Tehát ilyen stilizált apuka, anyuka, nagymama és a gyerek. Hát így megpróbálok körbe jönni, de hát ez olyan óriási, hogy nem igazán hiszem, hogy bár minden előről látszik benne. Szédületes innen a kilátvány. A kilátás. Az ott lent egy kolostornak az udvara, és az autóm is ott van, ott parkol lent.